Dr. Csampa Miklós vagyok, 33 éves. Gépészeti tudományokból doktoráltam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Hámedköfém Kft. Keréktermék üzletágánál 2019 óta dolgozom, a megmunkáló területen, mint gyártómérnök. Világéletemben inkább gyakorlati emberként tekintettem magamra, tehát amellett, hogy szeretek tisztában lenni a dolgok elméleti hátterével, tehát hogy hogy működik, hogy készül, annak mi a mélyebb értelme, én szeretem csinálni is a dolgokat. Tehát ezért is váltottam az egyetemről, hogy az iparban is kipróbáljam magam, illetve bebizonyítsam, hogy ugyanúgy megállom a helyem az iparban is, mint az oktatásban is. Miért pont a kerék? Egyébként ez egy teljesen hétköznapi dolog, senki nem gondolna bele, hogy mekkora jelentőséget tölt be az életünkben, illetve még kevesebben gondolkoznak el azáltal, hogy hogy készül egyáltalán ez a termék. Ez érdekelt engem, mindenképpen autóiparral kapcsolatos munkahelyet szerettem volna, illetve így szerettem volna elhelyezkedni. Jelentkeztem, és szerencsére felvettek, mint gyártómérnök a megmunkáló területen. Tehát pont oda, ami a tanult szakmámba is vág. Mint gyártómérnök nagyon sokféle feladatot látok el a területen, tehát többek között ugye napi rutin tevékenységek, tehát a termelésnek a koordinálása, a probléma megoldások, a gyártósorokkal kapcsolatos fejlesztések, átalakítások, új termékbevezetések például, tehát amikor kapunk egy új típust, egy új dizájnt, azt hogy lehet implementálni az adott gyártósorra, milyen módosítások szükségesek, akkor a módosításoknak a véghezvitele, úgymond, tehát kapcsolattartása a külsős partnereinkkel, ütemidőkészítése hozzá. Ezen felül ugyanígy a külföldi fejlesztőmérnökökkel, illetve az egyéb lokációban lévő társterületekkel is kapcsolatot tartunk, a legjobb gyakorlat megbeszéléseken veszünk részt, tehát hogy ki milyen problémába futott bele, arra milyen megoldást talált, ezeket szoktuk részletesen átbeszélni, illetve feladataim közé tartozik még a gyártásnak a hatékonyabb átétele, tehát legyen szó vagy akár kihozatal növekedésről, vagy pedig valamilyen költséghatékonyabb megoldásnak a megtalálásáról. Az egyetemen is szerencsére gyakorlattal foglalkoztam javarészt, tehát ott voltam a forgácsoló laboratóriumnak a vezetője, és az ott szerzett tapasztalataimat 100%-ban tudom itt hasznosítani. Illetve elméleti oldalról az nagy segítségemre vált, hogy az egyetemen részletesen megtanultam a miérteket is, tehát miért így döntünk, meg tudom indokolni, hogy valamit miért nem tudunk éppen megcsinálni. Amit a megmunkáló területen mi kapunk, mint készterméket a prés területtől, az egy préseletnek nevezett forma. Tehát ránézésre úgy néz ki, mint egy kerék. Ebből kell nekünk megcsinálni a megmunkáló területen azt a végleges kialakítást, ahogy akár az utcán is látjuk a kamionokon vagy a buszokon felszerelve. Tehát az összes méretnek, geometriának, felületi minőségnek meg kell felelni a rajzi előírásoknak. Területünkön akkor adjuk tovább a kereket, amikor ez kész. Tehát gyakorlatilag ez már egy felszerelhető, teljesen működőképes termék, de ahhoz, hogy ez még kinézetre is megfeleljen, ezt még tovább adjuk a kikészítő területnek. Nálunk itt a keréktermék üzletágnál elsősorban kamionokra, illetve buszokra gyártunk préskovácsolt könnyűfém alumínium kerekeket. Többféle különböző dizájnnal, amit éppen a megrendelő kíván. Mindegyik ugyanolyan jó kerék természetesen. A könnyű fémkerekeknek az az előnye, hogy fele akkora súlya rendelkezik, mint mondjuk az ugyanakkora méretű acélkerék. 16 kerék van egy kamionon, ha összeadjuk azt a 16-szor fele akkora tömeget, vagy annyival nagyobb hasznos tehert tud éppen elszállítani a kamion, vagy pedig amikor üres járatban megy, annyival csökken nyilván a saját ellenállása, tehát üzemanyag csökkentést is realizálni tudnak, illetve még a könnyű fémkeréknek megvan az a nagy előnye, hogy kevesebb igénybevételt jelent a teherautó futóművére nézve. Világ minden táján használják a kerekeinket, tehát ugyanúgy Európában a nevesebb kamiongyártóknak vagyunk gyári beszállítói, viszonteladóknak is természetesen rendelkezésre bocsájtunk kerekeket, amerikai piacra is szállítunk, illetve Japánba, illetve Ázsiába szintén. Tehát elmondhatom, hogy a világ minden táján használják a kerekeinket. Én igazából örömmel járok bedolgozni, tehát mindig is azt szerettem, illetve azért is jó így dolgozni, mert nem úgy kellek fel soha, hogy hú, megint egy munkanap be kell jönni, hanem felkelek, bejövök, minden nap van valami új kihívás vagy új feladat, amit örömmel oldok meg. Mindkét nagyapámnak volt egy-egy Simpson motorkerékpár. Ezt nem kell bemutatni, gondolom senkinek, mindenki ismeri ezeket a motorkerékpárokat.
elhatároztam, hogy egy nagyobb motorom, valamilyen régebbi, nekem is lesz egyszer. Hát erre jó sokat kellett várnom. 2012-ben sikerült megvásárolnom az első MZ-met. Direkt kerestem egyébként valami egyszerű kétütemű motorkerékpárt, és ott is a mérnöki racionalitás vezetett, mert több típus közül lehetett választani, hogy most Java, MZ, Pannonia. Már akkor is azt néztem, melyikhez lehet legjobban alkatrészt vásárolni, esetleg átalakítani, módosítani. Családban is volt egyébként, tehát szüleim is nagyon sokat motoroztak, pont egy ugyanilyen színű, illetve ugyanilyen típusú motorkerékpárral. Tehát egy 250-es TS-sel ez a jelenlegi motorkerékpárom, és akkor ez is úgy, ahogy szokott lenni, mint bármilyen járműnél, hogy megvettem, használtam, apró problémák voltak vele, megjavítottuk, de ez az alkatrész kicsit kopottas. Mi lenne, hogyha mondjuk újra festenénk? Lefestettük. Akkor a másik rész egy kicsit kopottas, fessük le azt is. Akkor lehet fel kéne polírozni már mondjuk egy-két alkatrészt, még jobban mutat, és így tovább. És akkor ez az egész odáig tartott, hogy csavarra szétszed, felújít, összerak, tehát egy teljes festés, illetve egy nagy generált kapott a motorkerékpár. Én maradok a márkánál, tehát nagyon jó, nagyon megbízható motorkerékpárok mind a mai napig. Felveszik a forgalom ritmusát, bárhol el lehet vele menni, azonban egy kis modernizálást azért megengedek így 45-45 év távlatából. Például ugye gyárilag 6 voltos gyújtási rendszerrel rendelkeztek, hogyha ugye a mai Kressz előírásoknak megfelelően kötelezően égetném a tompított világítást a 6 voltos gyújtással, mindig lemerülne az akkumulátor, és megállnék léptenyomon a motorkerékpár. Ezért kapott egy 12 voltos generátoros gyújtást, ez teljesen Kressz kompatibilis. Akkor a régi megszakító kalapácsos gyújtást, mivel gyári alkatrészeket nagyon nehéz találni hozzá, és ez kopó fogyó alkatrész, kiváltottam egy elektronikus gyújtást egy optikai eladósra, akkor már a feszültségszabályzó, illetve egyéb elektromos rendszer is teljesen modernizálva lett. Párom is motorozik, mellettem szerette meg igazából a motorozást, illetve a motorkerékpárokat. Eleinte még egy motorkerékpárral mentünk közösen túrázni, illetve kirándulni, de annyira megtetszett neki ez a dolog, hogy jogosítványt ő is letette, illetve lett saját motorkerékpár, és akkor most már két motorkerékpárral szoktunk menni kirándulni. Magyar MZ Klub rendszeresen szervez túrákat az ország minden tájára, Észak-Magyarország, Alföld, Vértes, Tolna, Baranya, szó szerint az egész országban, illetve évente egy-két alkalommal ilyen kisebb csoportos szervezésben külföldre is. Hál' Istennek sok helyen voltunk, a legmesszebb az Olaszország volt idén, ahonnan visszafordultunk. Élményre inkább azt mondanám, amikor az MZ gyárhoz visszavittük a motorkerékpárt, így 40 év távlatából, illetve még az idei osztrák túra az osztrák Alpokban, a Grossglockneren, az nagyon gyönyörű volt. Maga a látvány, illetve a hegyvidék, tehát én inkább a hegyekbe szeretek menni kirándulni, és mind az útminőség, mind pedig a kanyarok azok rendkívül alkalmasak a motorozásra, illetve ennek a hobbinak az élvezésére. Pont azért is szeretek motorozni, mert elindulok, kicsit kiszellőzteti az ember a fejét. Ez abszolút nem a száguldásról szól, hanem a rendes, normális közlekedésről. Igazából az, hogy elmegyek kikapcsolódni. Ami nagy álmunk lenne, hogy mondjuk a Nordkapra eljutni. Ezt pont azt számolgattuk, hogy ahhoz tényleg kellene a 2 hónap, mert normál tempóban 3 hét oda, 3 hét vissza. Én úgy gondolom, hogy az MZ az mindig megmarad, tehát ezt nem is tervezem eladni, illetve nem tervezek megválni tőle. Ami nekem egyébként személyes álmom, az 2 típus, az Honda. Ugye vagy egyszer egy 1300 köbcentis nagy 4-hengeres Honda CB, az elérhetőbb kategória, illetve ami viszont úgy néz ki, hogy álom marad, az egy 6-hengeres régi CBX 1000-es típus. Tehát ez ugyanúgy veterán kategória, de azért 1000 köbcenti 6-henger Hondába az egy gyönyörű motor, illetve műszakilag is megállja a helyét.